Menjünk is tovább, nagyon a történet egy bogárral kezdődik, majd lepke is lesz belőle, de a bogárból. Ugye 1999-ben Fagonáról megtalálták a borokat Arkadiszból, és Muskoli Sovajkulev találta meg. És nagy kuriózum volt, bogarászok nagyon örültek neki. Egészen 2011-ig gyakorlatilag nem történt semmi, lokális volt az állat, és 2011-ben jöttek a hírek, hogy főleg Budapesten Posztónak a leilandiciklus egyéb örökzöld növények, és kiderült, hogy nem az arányi populációtól Posztónak, tehát nem az szaporodott föl, hanem az olasz és a holland importtal bekerült Magyarországra ez a bogár, ez egy másik populáció. Nyugat-Európában az ismert kártevő, nálunk még nem volt ismert, és ugye, mint sok más rovarral együtt, rovar is, a borokat tartó díszbogár is bejött Magyarországra. A díszbogár, akinek van kertje és van örökzöldje, az pontosan tudja, hogy mit tud okozni. Itt látható a lárvája, ugye ez egy tipikus díszbogár lárva. Nincs lába, lapos a feje, itt látható a rákcsáléka. És így néz ki egy kárkép körülbelül a nyugati túlját. Attila, rövidileg óvalós az állam. Nyugat-Európa. Ez egy mediterrán volt. Tehát a magyar populáció egy mediterrán. Jó, tehát nem amerikai vagy. Nem európai. A következő, ami most össze fogunk folyni a két faj, 2014-ben volt egy szexferabon csapás kísérletem. Almamoly és almamagmolyos kísérlet volt, és az almamoly feragon csapdával jött egy idegen sodromoly, amit a szabvédi csapa határozott meg, ami a magyar neve borlók a tükrös, hogy a cikke intercimlálna. Az irodalom szerint vörös borlókán él, Magyarországon nincsen vörös borlóka, Junipegus communis van, mi azt gondoltuk, hogy tápnövényt váltunk, elfogadta ezt a növényt is, és ebbe szabadulunk. Többször helyeztünk ki feromon csapdákat, ezzel végeztünk rajzás dinamikát, gyönyörűen megfogja az almamoly feromon. Gyakorlatilag van olyan, hogy több cigel interszínálat fog, mint almamoly. Így néz ki a lepke még egyszer, és ugye ott van, hogy vörös borokán érünk. Főleg Spanyolországban, Dél-Franciaországban, Olaszországban, ez egy mediterrán faj. Jelenleg úgy néz ki, hogy terjedőben van Németország is megtalálták, Ausztriában is megtalálták, Szlovákiában is megtalálták. Én 2016-ban kerültem a Berencei Növényvédő Állomásra, mint növényvédős, és hát hozzánk bármilyen növény behozhat, és megpróbáljuk neki megmondani, hogy milyen betegség támadta, meg mi a korkártevő, és így 2016 óta hozzák be a tujákat, és mondjuk meg, hogy mit tudnak ellene tenni. Hát általában azt mondom, hogy balta, tehát semmi más nem tudnak csinálni. Viszont nem néztem, ott a lyukkész, akkor ez borokat ark a díszbogár. Még nem, a Facebookon valaki feltette egy lepke képet, hogy ő neki a leirodi ciklusából kiker ez a lepke. Hát sikerült a példát meg elkérni. És akkor derült ki, hogy a leirandi ciklusból kell ki a cigia interszindrálna. Ekkor kezdtünk azon gondolkozni, hogy téves volt az út, téves volt a tápnövény, elkezdtük szisztematikusan keresni azokat a helyeket, ahol nagyobb mennyiségű leirandi ciklus van. És találtunk is hernyókat, sajnos az első hernyóta sikerült megölnök, de hasznosítottuk úgy, hogy DNS vontunk ki belőle az egyik társszerző, és meghatározta a citokromoxidáz egyes enzimét. De ez még csak a hernyónak volt az enzim meghatározva, tehát nem tudtuk azt mondani, hogy már pedig ez a hernyó biztosan a cigér interszindálának a hernyója. Ehhez azt kellett, hogy kineveljük végig a hernyótól bábon keresztül a lepkét. Közben indítottunk 2019-ben is 20-ban a feromoncsapdás kísérleteket, Fehér megyében is, és aki elvállalta más növényvédő állomásokon, országos szinten. Itt azért szeretném bemutatni, hogy gyakorlatilag egymás mellett itt látható a borókat tartani fogának a járata, a lárvájának, és itt látható a lelke hernyónak az ürüléke, jól elkülöníthető a kettő. Tehát ránézésre azonnal lehet látni, hogy ez
Ernyő örülék, a másik pedig, hogy a tíz bogárnak a örülék, és ott a tíz bogárnak a rögnyúlása. 2019-ben több helyet tettük ki, igazából nagy részt Fejér megyében, még én ott működöm, és 2020-ban volt az, hogy a megyén kívül is ki tudtuk tenni feramon csapdákat, és volt is eredmény, természetesen annak majd is fogott a csapda. Itt látható egy kis táblázat, hogy hol fogott és hol nem fogott a csapda. Ugye még Debrecenben Békés Csabán is fogott, nagy rész a többi ugye Fejér megye és Budapest. Többi területeken nem. Én nem azt gondolom, hogy nem azért nem fogta meg, mert nincs, hanem rossz helyre lett kitéve. Hát igazából ez a itt látható a zöld csillag, ahol megtaláltuk a lepkéket, a piros keresztok, ahol nem. Egy Fejér megyére egy kicsit kinagyított térkép. És itt látható a rajzási diagramja. Jól látható, hogy a faj két generációs, és esetenként nagy egyetszámba repülmagokra, tehát 13 példány jött bele, úgyhogy nem a szexferomon nem faj specifikus. Tehát nem eredeti fejlesztve, hanem az almagóra. És átterő lárvából sikerült kinevelnünk a lepkét, tehát nem csak a szekvencia van meg, mit szekvenáltunk először, mit tettük fel először a borgatasz bázisba, hanem gyakorlatilag végig tudtuk nevelni a lepkét. És egy-két kép arról, hogy ha ránéz az ember egy oregoni hamisziklusra, akkor hogy néz ki a kár? Tehát hogy hol vannak a hervek? Itt lehet látni, hogy a levelek jóval sárgábbak az ága. Ezek már az előző évi kikert lepkéknek a kárképei. Itt közelről egy januári felvétel, és a fagymentes időszakban ugyanúgy táplálkozik a helyzet. Lehet látni, ez is január 15-én készült, ez egy kis lépék. És itt látható a hernyő, amit nem öltem meg, itt a báb, és hónapokig lehet látni a bábinget, ott maradt fönt a növényeket, különbítva. És itt az ex-lárva lepke. Tehát ezzel zárult a kör, bebizonyítottuk, hogy az a hernyő, amit még megtaláltunk, az a cívja intestinálnak a hernyója, a bábot is be tudtuk mutatni, és így a lepkét is. Hát és most egy kicsit növényvédelem, igazából hozzám azzal jönnek, hogy hát hogy tudom megvédeni a növényemet. Gyakorlatilag úgy, hogy nem ültetünk. Ha már valaki ültetett, akkor hiába teszik ki a sárgalapokat a borogatarka díszbogára, az kevés, mert a lepke 40%. Tehát a 100%-ból a lepke 40%-ot károsít, 60% pedig a borogatarka díszbogára. És köszönjük szépen a figyelmet!